Star Wars kötetekért látogassatok el a szukics.hu-ra. Link a leírásban. ...2008-ban szinte teljesen váratlanul megjelent egy Star Wars animációs mozifilm, ami a Star Wars a klónok háborúja címre hallgatott. Ez később a felvezető története lett egy sorozatnak, ami összesen 6 évadot élt meg, és nagyon sokan ezen nőttünk fel a Star Wars rajongó bázison belül, és nagyon sok Star Wars rajongóban ez indította meg az univerzum iránti mélyebb érdeklődést. A sorozat azonban 2014-ben befejezetlenül véget ért, ami nagyon sokakat szomorúsággal töltött el, többek között engem is, hiszen elég sok történetszál lezáratlan maradt, főleg Ahsoka karakterével kapcsolatban, illetve jó lett volna egy összekapcsolást is látni a harmadik részsel, azaz a Sith-ek bosszújával. Végül a 2018-as San Diego-i Comic-Conon a sorozat 10. évfordulójának alkalmából bejelentették, hogy egy évad erejéig visszatér a sorozat, és nem sokára ebben a hónapban, egészen pontosan február 24-én megkapjuk a sorozat záró évadát, ami lezárja Ahsoka és a többiek történetét, illetve összeköti a sorozatot a Sith-ek bosszújával. Azonban mielőtt ennek neki mennénk, szeretném egy kicsit felidézni a sorozatot és annak a legszebb pillanatait. Ennek a sorozatnak látjátok most az első részét. Minden évadon végig fogok menni, ehhez a videóhoz hasonlóan, és elmondom a top 5 kedvenc részemet az adott évadból. Lesznek olyan részek is, amikor az adott rész egy árknak a része, azonban csak arról az adott egy epizódról beszélek, mert mondjuk az árk több részét nem szerettem annyira, csak egy epizódot, ebben a videóban kettő ilyen rész is lesz, illetve később, amikor haladunk tovább, olyan epizód is lesz nyilván, ami önállóan nem igazán állja meg a helyét, csak is kizárólag akkor, hogyha az árkkal együtt értékelem, így később lesz olyan is, amikor nem csak egy epizód, hanem egy árk fog szerepelni valahanyadik helyen. Azonban itt az első évadban most csak epizódokról fogok beszélni, később majd főleg a Darth Maul-os részeknél fog bejönni az, amikor több epizódot is egy kalap alá veszek. Na de akkor lássuk is, hogy melyik volt az 5 kedvenc epizódom a Klónok háborúja első évadából. Az 5. helyen nem más áll, mint az első évad második része, azaz a Rising Malevolence. Ez a történet ugye egyből egy 3 részes árk első része, azonban nekem a második és a harmadik rész annyira nem tetszett, csak ez az első, ez viszont az egyik kedvenceim közé tartozik az egész sorozatból, és most, mikor újra néztem ezeket a részeket, nagyon-nagyon nosztalgikus volt, mert emlékszem, hogy ha bár eleinte nem igazán követtem a tévében a sorozatot, ez többek között azok közé a részek közé tartozott, amelyeket a tévében láttam a Cartoon Networkön, nagyjából olyan 10 éves korom környékén. A történet szerint ugyebár a szeparatisták és Grievous tábornok kifejlesztettek egy új fegyvert, egy ion fegyvert, ami képes arra, hogy lebénítson teljes csatahajókat, majd utána megsemmisítse azokat könnyűszerrel. Ennek a fegyvernek az áldozata lesz Plo Koon mester, illetve a mellette szolgálatot teljesítő egyes klónok, az ő cirkálóját is megsemmisítik, azonban egy mentőkabin segítségével sikerül megmenekülnie. Ezután egy elég horrorisztikus rész következik be, egyébként az egész Clone Wars-ra jellemző volt valamiért, elég sok ilyen horrorisztikus jellegű rész volt, egy ilyen nyomasztó hangulattal, és ez itt is megvolt ugyanis, mivel Dooku-nak az volt a parancsa, hogy nem lehetnek szemtanúi a fegyver működésének, és nem vihetik hírét ennek, ezért kiküldtek droidokat egy ilyen furcsa diótörőszerű szerszámmal, hogy feltörjék ezeket a mentőkabinokat, és megszabaduljanak az összes túlélőtől. Eközben Ahsoka és Anakin a Jedi tanács parancsának ellenszegülve elindulnak Plo Koon mester megsegítésére, és végül az epizód végén sikerül is megtalálniuk a Jedi mestert és a maroknyi életben maradt klónt. Majd egy kis csetepaté után a Malevolence-szel sikerül visszatérniük a köztársasági flottához és hírét vinni a fegyvernek, vagyis a Malevolence-nek. A 4. helyen az első évad 10. része, azaz a Lair of Grievous, vagy magyarul Grievous búvóhelye című epizód áll. Emlékszem, hogy gyerekként, illetve még most is az egyik kedvenc Jedim nem más volt, mint Kit Fisto. Nagyon szerettem a karakterét, mert nagyon tetszett a kinézete, és nagyon sajnáltam, hogy a filmekben olyan keveset láttuk. Szóval, amikor az egyik barátom, akivel azóta is jó kapcsolatban vagyok, mondta nekem az iskolában, tornaóra előtt az öltözőben, hogy a következő Clone Wars részben Kit Fisto lesz, akkor nagyon izgatott lettem, és hát meg is néztem ezt a részt, mind a mellett, hogy akkoriban még nem követtem részről részre a sorozatot, és azóta is igazából szerintem ez az egyik rész, amit a legtöbbször láttam a sorozatból. Ez is ilyen horrorisztikus jellegű egyébként, ugyebár a történet szerint a köztársaság elfogta Garé helytartót, aki azonban megszökött a börtönből a szeparatisták segítségével, majd Kit Fisto egy nyomot követve eljut Grievous tábornok rejtek helyére, a nyomok oda vezetik el. Itt pedig ugye kiderül, hogy valójában a helytartó nem is tartózkodik itt, csak egy csali volt, illetve közben Dooku kikapcsolta az itteni biztonsági rendszereket,
Vader és Grievousnak a testőreit is, mert meg akarta leckésztetni Grievous-t, amiért elvesztette a Malevolence, és az utóbbi időben nem igazán mentek jól a dolgai. Természetesen Grievous Kid Fistum kívül mindenkit megölt, az összes klónt, aki itt volt, illetve Fistú egykori tanítványát és a frissen felseperedett Jedi lovagot, Nadar Webbet is. Egyedül Kid Fistú tudott megmenekülni erről a helyről. Ugyanakkor, ami nagyon érdekes még szerintem, hogy egy pár szobor erejéig láthatjuk Grievous eredeti nem kiborg testét is a kánon változat szerint, ami szerintem egy nagyon jó kis utalás volt. A harmadik helyen nem más érkezik, mint a leges-legelső epizódja a Klónok háborúja sorozatnak, azaz az ambush vagy rajtaütés. Ez a rész is nagyon-nagyon nosztalgikus számomra, ezt is láttam a tévében egyébként, illetve később, amikor DVD-n megszereztem a sorozatot, akkor is nagyon sokszor láttam ezt a részt, illetve mivel ugye a játék elején szerepel a LEGO Star Wars 3D Clone Wars című játékban, ezért ott is nagyon sokszor teljesítettem az ehhez a részhez kapcsolódó pályát, így nagyon-nagyon közel áll ez a rész a szívemhez, nagyon-nagyon nosztalgikus, és egyébként nagyon tanulságos rész is, ami az egész háborúról elég sok mindent elárul. A történet szerint ugyebár a köztársaság a Toydariával próbál tárgyalni, hogy szövetségre lépjenek, mert ugye a Toydaria jelenleg egy független világ, ami egyébként, ahogyan későbbi részekből kiderül, azért lenne nagyon fontos, hogy a Rylotra utánpótlást tudjanak biztosítani az itt harcoló köztársasági erőknek. Azonban természetesen ezt a szeparatisták meg akarják akadályozni, és Dooku elküldi Ventrist a Katunko királlyal való találkozási ponthoz, hogy megakadályozza, hogy oda kapcsolatba lépjen vele. Ezután egyfajta ilyen kihívást állítanak Yoda elé, hogyha estig eléri a találkozási pontot, akkor az ő oldalára áll a király, ha pedig a droid hadseregnek sikerül megállítania őt és a klónjait, akkor pedig a szeparatisták mellé áll Toydaria királya. Természetesen Yodáéknak sikerül megugrani a lécet és sikerül elérni a találkozási pontot, közben pedig a vele utazó klónok is megtanulnak egy-két fontos leckét azzal kapcsolatban, hogy hogyan használják fel a saját maguk erősségét a saját hasznukra. Klasszikus Yoda pillanatok voltak szerintem ebben az epizódban, nagyon-nagyon jól megfogta a karakterét, mindemellett pedig nagyon akciódús is volt, és nagyon nosztalgikus is számomra, ezért került a harmadik helyre ez az epizód. A második helyen az első évad ötödik része, azaz a Rookies vagy újoncok nevű epizód áll. Ugye ha az epizódok megjelenési sorrendjét nézzük, akkor ez az első alkalom, amikor találkozhatunk a Dominó szakasz katonáival, azaz itt ebben a részben Echo-val, Heavy-vel és Fives-szal, akik a Rishiködnél teljesítenek szolgálatot, ami az egyik legfontosabb előretolt megfigyelő állás a Kamino előtt. Tehát gyakorlatilag a szeparatistáknak ezen kell keresztül jutniuk, mielőtt a Kaminót szeretnék megtámadni. Szóval mindent figyelniük kell, minden gyanús aktivitást, az állomás pedig egy ilyen alapjelet sugároz a köztársaság felé, így hogyha ez a jel megszűnik, akkor is tudja a köztársaság, hogyha baj van, illetve egy vészjelzést is tudnak kibocsátani feléjük, amire persze ismét megint csak ugyanúgy megérkezik a köztársasági flotta, mintha megszűnne az alapjel. Ezt a szeparatisták is nagyon jól tudják, és a Kamino elleni támadásuk megalapozásaként ide küldenek egy meteorzáporral egy csapatnyi kommandós droidot, akiknek sikerül átvennie az uralmat a bázis felett anélkül, hogy megzavarnák az alapjel sugározását. A klónok közül egyedül a három Dominó szakaszbeli klón marad életben, tehát Echo, Fives és Heavy, az ő segítségükre pedig nem más siet, mint Rex és Cody, akik azért érkeztek ide, hogy menetrend szerinti vizsgálatot végezzenek el az állomáson. Végül, mivel a vészjelzést nem tudják elküldeni, az egyetlen megoldás az, hogyha megsemmisítik a bázist ezzel megszüntetve az alapjelet, és riasztva a köztársaságot, ez meg is történik, ha bár Heavynek fel kell áldoznia magát, mert távvezérléssel nem tudják berobbantani a folyékony Tibannát. Az epizód végén pedig Fives és Echo hivatalosan is tagjai lesznek az 501-es légiónak, és innentől kezdve Rex alatt szolgálnak. Később pedig ugye a Kaminói csata során Ark válik belőlük, de az majd egy későbbi videó témája lesz valószínűleg. Az első helyen pedig nem mással, mint az első évad 20. rész, az az Innocence of Rylot, vagy a Rylot ártatlanjai. Ebben az epizódban megint csak a Ryloti csata menetét követhetjük. A szeparatisták túszként használják a lakosokat azért, mert kifejlesztettek egy újfajta ágyút, egy proton ágyút, amivel meg tudják semmisíteni a föléjük érkező akklamátor osztályú cirkálókat. Azonban tudják, hogy ha a túszok is ott vannak, akkor a köztársaság nem fog rájuk tüzelni, ezzel biztosítva ezeknek az ágyúknak a biztonságát és a felügyeletüket a város felett. A köztársaságnak emiatt muszáj a gyalogságot bevetnie, a támadás pedig nem más vezeti, mint Obi-Wan és Cody, valamint a 212-es légió vesz részt benne. Először nyilván felderítésre van szükség, itt kétfelé oszlanak. Az egyik csapat nem másból áll, mint Ökölből és Vaxosból, akik az elhagyatott városban találnak egy kislányt és segítenek neki. Ez a kislány nem más, mint Numa, aki egyébként később a Star Wars lázadókban is szerepelt, Cham Syndulla lázadói között volt a Rylotos történetekben. Végül az ő segítségével ki tudják használni a város
húzódó alagutakat, és ennek segítségével meg tudják közelíteni a város központját, ahol a twi'lekeket tartják fogva, és Obi-Wan megsemmisíti az ágyúkat, ezzel felszabadítva a túlszul ejtett civileket. Véleményem szerint ez az epizód azért nagyon különleges, mert nagyon nagy érzelmi töltettel rendelkezik, és ezen a kislányon keresztül nagyon jól bemutatta azt, hogy milyen következményei vannak a háborúnak, és ez egy olyan üzenet szerintem, ami nagyon szokatlan egy ilyen elsősorban gyerekeknek szánt sorozattól, illetve Vaxos és Ököl karaktere számomra nagyon tetszett, és ahogy bántak a kislányal, az szerintem nagyon aranyos volt. Kicsit második világháborús áthallása is volt véleményem szerint, és igazából ez az ok, ami miatt ez az epizód került az első helyre, az első évadból. Ezen kívül persze még nagyon sok remek epizód volt ebben az évadban, mint például amikor Cad Bane és a fejvadászok kiszabadítják Zerót a Coruscantról, vagy a droidos rész ugye, amikor R2-ról azt hiszik, hogy megsemmisült és kicserélik egy áruló droidra, vagy az Ortó Plutóniás epizódok is nagyon jók voltak, azonban nekem ez az öt epizód a kedvencem, ez csak is az én személyes véleményem. Írjátok le a komment szekcióba, hogy nektek mi az öt kedvenc részletek az első évadból, vagy hogy egy eleve mik voltak a kedvenc pillanataitok az első évadban. Legközelebb pedig a második évaddal fogjuk folytatni ezt a sorozatot. A második évadból fogom az öt kedvenc részemet elmondani. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porkhöcserekhez mind a Facebookon, mind pedig a Discord szerveren. Ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is. És sziasztok, az erő legyen veletek!